Sziasztok! A mai videóban a júliusi szerzeményeimet fogom nektek megmutatni. Ebben a hónapban szereztem be egy pár felsőt nagyon-nagyon jó áron, úgyhogy most csak azért beszélnék egy kicsit nektek, mert ezek az akciók még mindig tartanak, úgyhogy hát ha elmentek és ti is megnézitek őket. A H&M-ből rendeltem online két pólót, az egyik egy ilyen szürke póló, amin ilyen hímzett kis pillangók vannak. Ez, ha jól emlékszem, akkor 2000 forintba került akciósan. A másik az pedig egy fehér színű póló volt, aminek pedig a tetején látható ilyen kis csipke, és ez pedig 1800 forint volt. Bocsi, hogy ilyen gyűrött, de mosás előtt gondoltam, hogy megmutatom nektek. Szóval ezek még mindig kaphatóak a H&M-be akciósan, én online rendeltem, de biztos, hogy az üzletben is találtok ilyesmit, szóval oda is érdemes benézni mostanában. Illetve hatalmas akciók vannak a Tesco-ban is, ahol az F&F ugye a ruházati márka, és ott is érdemes körülnézni. Vettem egy ilyen Rolling Stones-os pólót, aminek tudjátok, ilyen kicsit kivágott a válla, és ez 2440-be került, 3490-ről. Illetve vettem egy piros pólót, amit azóta is nagyon-nagyon gyakran viselek előszeretettel. Ez pedig így néz ki, szintén ilyen kicsit kivágott a válla, és nagyon kényelmes, az egyébként egy ilyen lengébb darab, ez pedig azt hiszem, hogy 1190 forintba került, azt hiszem, hogy 4000-ről, vagy valami ilyesmi, úgyhogy ezeket is érdemes megnézni. Úgyhogy ez volt az akciós részleg, mindenképpen nézzétek meg, mert most szuper akciók vannak mindenhol. Aztán voltam a Parfumban is, és ott pedig egy hátizsákot vettem. Nagyon régóta szeretnék már egy hátizsákot, úgyhogy ő jött velem haza. Mindenképpen olyat szerettem volna, ami műbőr, és ilyen kis letisztultabb, egyszerűbb. Nem akartam, hogy legyenek rajta ilyen nagy logók, vagy bármi, meg hogy ilyen színes legyen, ilyesmi. Szóval régóta vadásztam rá. Külön tetszik benne, hogy ilyen aranyszínű a csatja, mert nagyon-nagyon szeretem az aranyszínt, illetve van egy ilyen kiegészítőkben persze, és itt hátul van rajta egy kis zseb, ami szerintem tök hasznos, illetve elő is olyan, hogy van egy ilyen csak beledobáló zseb, illetve van rajta cipzáros is, és a belseje pedig, hát most ki van pakolva, amíg megmutatom nektek, hogy jól lássátok, de ez egy egyterű, és itt is van benne egy kicsi cipzáras zseb, szóval nagyon jó szerintem a felosztása, és attól függetlenül, hogy ennyire kicsi, mert hát igazából kicsi, ettől függetlenül nagyon-nagyon sok mindent elnyel, szóval imádom ezt a hátizsákot, nagyon szép szerintem. Ez teljes áron kapható még a Parfumban, tehát nem leárazott darab, 6490 forintba kerül, annyiért szerintem tökéletesen megéri, és volt ebben a színben, szürkében, ezüstben, aranyban, sötétkékben, pirosban és feketében, szóval többféle színben is kapható, úgyhogy ha akartok valami tényleg ilyen egyszerű letisztult hátizsákot, akkor ott érdemes megnézni mindenképpen, mert nagyon jó. Na térjünk át a szépségápolásra. Kaptam egy tusfürdőt, ami az Avon Sensis családnak egy tusfürdője, ez egy anti-stressz tusfürdő, olyantól kaptam, akivel együtt dolgozom, úgyhogy akár még célzásnak is vehetem. Tehát ez egy anti-stressz tusfürdő, még nem próbáltam eddig. Ilang-ilang és pacsuli illata van, és egy ilyen nagyon, nagyon parfümös illat egyébként. Nekem tetszik, úgyhogy ennek nagyon örültem. Aztán van a Rossmannban egy ilyen akció most, hogy nem is tudom, azt hiszem, hogy 5000 forint feletti vásárlásnál vagy valahogy így, kapsz egy ilyen sorsjegyet, amit kaparós sorsjegy, és rajta van, hogy miket lehet vele nyerni, ugye, hogyha lekapartad, illetve hát van hozzá ilyen kupon is, amivel ki lehet váltani törölközőt, meg hűtőtáskát, és én kapartam 3-at, abból egy az ilyen 10%-os Garnier kupon volt, azt nem használtam el, viszont kapartam 2 tusfürdőt is, és ezeket izanatos fürdőre lehet beváltani, egyet lehet elhozni nyilván egy kuponért, úgyhogy én elhoztam egy ilyen vérnarancsos mentásat, ami fantasztikus, illetve egy marakujás grapefruitosat, ami szintén szuper, mind a kettő ilyen nyári limitált kiadás, viszont nagyon-nagyon jó az illatuk, alapból 200 forintba kerülnek, tehát nem olyan
hatalmas nagy az áruk, szóval bárkinek beszerezhető szerintem, de tényleg fantasztikus az illatuk. A DM-ben most akciós ez az Icy Berry, meg nem is tudom mi a másiknak a neve, mindegy, tehát ezek a tégelyes termékek. Ebből van ugye ez a rózsaszín, ami egy ilyen testradír, meg van a kék, ami egy testápoló, és én ezt a testradírt szereztem be, ami ilyen málnás illatú amúgy, és cukorszemcsés maga a radír. Nagyon-nagyon finom illata van, hihetetlen jó, olyan, mint egy ilyen málnás cukorka, szóval tényleg zseniális. Annyi a lényeg, hogy miközben használjátok, ne folyassatok magatokra a vizet, mert ilyen mivel cukorszemcsés, a cukorszemcsék könnyen olvadnak, szóval addig zárjátok el a vizet, amíg radíroztok, de mindenképpen megéri szerintem beszerezni, mert nagyon-nagyon jó illata van. Nekem kedvencem is lett ebben a hónapban, ennyit elárulhatok, mert tényleg fantasztikusan jó. Rendeltem a Notinorról ugye nektek ajándékot, amit a nyereményjátékban lehet megnyerni, azt már láthatjátok a csatornán, és akkor rendeltem magamnak egy gós szemtust is, szemhéjtust is, ez is nagyon jól bevált, nagyon jó az a termék, és örömmel láttam, hogy kapható nálunk a Müllerben gós, úgyhogy ezeket még újra fogom tudni majd szerezni itt helyben is, szóval tökre örülök neki. Aztán vettem a DM-ben egy ilyen pici kiszerelésű Balea hajhabot. Nem nagyon használok hajhabot, de most elmentünk esküvőre, és oda előtte mondta a fodrász, hogy ő mossak előtte nap hajat, és fújjak rá hajhabot, vagy tegyek rá hajhabot. Úgyhogy emiatt vettem, ez négy is erőségű, és tök jó bevált szerintem. Nem lett tőle ragacsos a hajam, ilyen nagyon jó kis puha maradt, viszont pedig tök sokat tettem rá, na mindegy. És ennek ellenére amúgy meg nagyon-nagyon jó volt. Rá van írva, hogy vékony szálú hajra való, és 24 órás extra erős tartás. Hát a hajam olyan volt, mint a beton, de ez szerintem nem ennek köszönhető. Mert hogy úgy tartott, tehát nem volt kemény, hanem nyilván a fodrásznak köszönhető, meg a rengeteg hullámcsapnak, de én meg voltam ezzel is elégedve, illetve vettem szintén erre az alkalomra egy ilyen zselépárnát a cipőmbe, amit aztán elfelejtettem beletenni, de szerencsére szuper kényelmes volt enélkül is, a cipőm pedig magas sarkú volt, úgyhogy ez megmaradt egyelőre. Hát van olyan cipőm, ami nem olyan kényelmes, úgyhogy biztos, hogy meg lesz ennek a zselépárnának a helye. És már csak három termék maradt, ezek Avon termékek, tudjátok, hogy szoktam kapni tőlük újdonságokat mindig, és hát most is küldtek. Az egyik újdonság, amit megkaptam, az ez a Nutra Effect micellás arctisztító kendő, amiben 25 darab ilyen kis kendő van, és őszintén szólva nagyon nagyok ezek a kendők, én nagyon meglepődtem, amikor kinyitottam, mert sokkal kisebbre számítottam, tehát tök jól lehet őket használni. Nekem be is vált, szóval amikor lust vagyok, akkor simán ez elmosom le a sminkem, megtörlöm át vele az arcomat. Ilyen melegben amúgy is javaslom ezt arctörlésre, akár napközben is, mert szuper jól fel tud frissíteni, úgyhogy szerintem tök jó ez a kendő, én meg vagyok vele elégedve. És ezen kívül meg kettő tusfürdő jött hozzám, nyilván a tusfürdőket imádom. Mind a kettő a Sensis termékcsaládba tartozik, tehát ez két új illat. Az egyik ez a Kir Royale, ami egy málnás és Cassis, mi a Cassis? Nem is tudom, mindig, tehát ez a fekete vagy, tudjátok, meg málna. Szóval ennek ilyen bogyós gyümölcs illata van, és nagyon-nagyon jó. A másik pedig a Fruity Margarita, ami narancsos és őszi barackos illatú, és ez is szuper jó, hihetetlen jó illata van. Szóval már nagyon vártam, hogy végre felvegyem ezt a videót, és elkezdhessem őket használni. És mert különben ilyen féltubusokat mutogattam volna meg nektek, tudjátok, hogy milyen vagyok, szóval végre lehet őket használnom. Úgyhogy hát ezeket szereztem be júliusban, remélem, hogy hasznos volt nektek ez a videó. Mindenképpen nézzetek be tényleg a H&M-ben, meg a Tesco-ba. Máshol is mindenhol akció van, most tudjátok, ilyen nyárvégi, de ott most szerintem tök jó cuccok vannak, úgyhogy nézzetek körül, és ezen kívül pedig, hogyha bármi kérdésetek van, akkor azt írjátok meg kommentben, vagy hogyha bármi hozzászólásotok, akkor azt is várom. Illetve hát köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és legyen nagyon szép napotok. Sziasztok!